Üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Én Polyák Dávid vagyok, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem bölcsészkari könyvtárában vagyok könyvtáros. Ennek az előadásnak a témája a képregényekről szól, pontosabban a képregények könyvtárakban való beilleszkedéséről és felhasználásáról. Világszinten több eltérő pályafutása is volt a képregénynek. A három ismert legnagyobb képregény kultúra, az Egyesült Államok, Japán, Európa szinten pedig francia-belga, más néven frankofón terület, más-más fejlődési útvonalon haladtak napjainkig. A képregény és a könyvtárak kapcsolata nem mindig volt olyan nyitott és virágzó hazánkban, mint manapság. A megfelelő piaci és kulturális tendenciák meglétén múlott, hogy Magyarországon is végül egy aktív képregény kultúra bontakozzon ki, kezdetben kizárólag adaptációs és importált kiadványoktól eljutva, több mai aktívan működő hazai és önálló képregényes kiadó születéséig. A könyvtárak helyzetét nézve, hazai szinten talán a legutóbbi két évtized óta találkozhatunk a képregényekkel általánosságban is a könyvtárak polcain. A múltból megmaradt esetleges sztereotípiák vagy akaratlanul befogadott közvélekedés a képregényekről érthető, de nem elfogadható szempontok mai szemmel, tekintve, hogy a képregény ugyancsak kiérdemelt helyet tudhat magának a kultúránkban, méghozzá nem is csekély népszerűséggel. Hogy ezt nyomatékosabban is érzékeltetni lehessen, a képregényt hivatalosan a 9. művészetként is szokták megnevezni. Papír alapú kulturális termékek között valóban az egyik legújabb médiumként lehet rátekinteni, és hiába tudhat a háta mögött már több mint 100 évnyi pályafutást, még jelenleg is az mondható el, hogy a képregény voltaképp továbbra is ismerkedési viszonyban áll saját magával. Ez annyit jelent, hogy egy olyannyira flexibilis információhordozóval állunk szemben, amely a közelmúlt tapasztalatai szerint is képes szinte valamennyi vizuális, kulturális terméket képregényes formátumra átalakítani. A képregény tehát egy köztes médium. Szakértői megállapítás is megerősíti ezt a nézetet, és azért nevezem médiumnak, és nem dokumentumtípusnak, vagy kiadványtípusnak, mert a képregény nem egy adott kiadványtípust képvisel, hanem több, már létező kiadványtípust is lehet képregény formátumúvá átalakítani. Legyen az újság, magazin, könyv, vagy akár ezek online formátuma. Tartalmat tekintve nem csak szórakoztatásra szánt képregényeket vehetünk számon, de olyanokat is, amelyek oktatási,
Tudományos, de még politikai és reklámhirdetési funkciókban is kilettek már próbálva. Összefoglalva tehát, a képregényekre egy rugalmas médiumként kell tekinteni, amely klasszikus szórakoztató szerepén túlmenően magára tud ölteni különféle más tartalmi vagy formai sajátosságokat, és meg tud felelni a maga nyelvezetén belül különféle kiadványok funkcionalitásának. Érdemes azt is megjegyezni, hogy a képregény, mint előbb mondtam, sajátos nyelvezettel, avagy az információk átadásának egy sajátos módszerével bír, ahol az írott szöveg és a képek együttesen dolgoznak. Ezen tulajdonságát azért ajánlatos szem előtt tartani, mert a képregény a maga kommunikációjával másképp szólítja meg olvasóit. Különösképp a vizuális élményre, képi információkra helyezi a hangsúlyt. Másik érdekessége ennek a képek beszédességét érinti. Ugyanis a képregényben ténylegesen érvényesül az a mondás, hogy a kép többet mond a szónál. Ennek kapcsán azt is gondolom, hogy nem célra vezető, ha emiatt lealacsonyítjuk a képregényt az írott irodalommal szemben, főképp annak tudatában, hogy számos külföldi, de hazai képregény is irodalmi értékű díjakat nyert már meg. A különbség csak annyi volt, hogy a tartalmuk elsősorban képekben lett megalkotva. Képregények célközönségének megtalálása a könyvtár falain kívül is nehéz feladat. Ugyanezzel a problémával szembesülnek nálunk a hazai könyvkiadók is, akik mégiscsak rendelkeznek már tapasztalatokkal a képregényes érdeklődésű olvasói rétegek arányait tekintve. Azt lehet megtapasztalni, hogy a korosztályok egyértelmű szétbontása kicsit sem magától értetődő feladat. Jó példa lehet erre a szuperhős képregény zsánár, melyeknek legtöbbje ugyan fiatalkorúak számára készül, mégis a statisztika azt mutatja, hogy a 10 és 40 éves közötti korosztályon belül főképp a felnőtt gyűjtők közt a legkeresettebbek. Találkozhatunk olyan kiadványokkal is, melyek ugyan rajzi stílusuk szerint gyerekeknek készülhettek volna, mégis tartalmukban határozottan a felnőttekhez szólnak. A mai képregény piacot nézve is elmondható, hogy főként a 14-es és a felnőtt korosztályok közötti rétegeket tekinti elsődleges célközönségének, de természetesen itt is vannak könnyebben azonosítható kivételek. Azt lehet észrevenni, hogy minél előrébb haladunk időben, a képregényes tematikák korosztálybeli határai annál inkább fellazolni látszanak. Kezdetben szinte kizárólag gyerekek számára készültek képregények, mára viszont a fiatal és felnőtt korosztályok közötti határok összemosódtak.
könyvtárak számára értékes példák lehetnek az irodalmi adaptációs vagy történelmi eseményeket feldolgozó képregénysorozatok, melyek véleményem szerint nyugodtan lehet ajánlani első kézből az iskolai könyvtárakban is. Az ennél is fiatalabb korosztályok számára biztos választást jelenthetnek az idősebb generációk körében már bizonyosan közismert klasszikus rajzfilmes stílusú képregények. Közművelődési könyvtárak pedig talán érdemes volna folytatni minél szélesebb körben a képregények beszerzését és ajánlását, mind korosztályban, mind tematikában, melyek felelhetők több magyarországi képregénykiadó és könyvkiadó palettáján is. A kiadók felől bizonyosan jól lehet informálódni az optimális célközönségek és kiadványok terén. Különösen az utóbbi években jól érzékelhető a képregény kultúrának egyfajta felébredése nálunk. Ideértve a könyvkiadók határozottabb figyelmét a képregényes termékek felé, régi klasszikusok és a még magyarul meg nem jelent kiadványok publikálását, az egyre több kifejezetten képregény kiadványoknak szánt kiadók működését, és természetesen a már hosszú évek óta megrendezésre kerülő fővárosi képregényfesztiválokat, bőrzéket is, de még a könyvtári életben is jól képviseli ezt a nyitottságot például az évente megrendezésre kerülő Szegedi Képregényfesztivál. A képregény nem csak a fiatalabb, de még a felnőtt olvasókat is a tapasztalatok szerint meg tudja szólítani, főleg az olyan olvasói rétegeket, akik értékelik a vizuális művészeteknek ezt az irányzatát. Katalogizálást tekintve felmerültek már például az amerikai könyvtárak gyakorlatában is kérdéses pontok, ha képregényekről esett szó. Formai feltárásnál például nem mindig egyértelmű feladat eldönteni a szerzőséget, lévén, hogy a képregények elkészítése hagyományos módon 3-4, de legalább két ember munkájától függ, egy írótól és egy rajzolótól. Legkönnyebb a dolgunk akkor, ha az író és a rajzoló is ugyanaz a személy, de erre jellemzően az úgynevezett graphic novelet, magyarosítva rajzolt regények között lehet példákat találni, melyek egyszeri megjelenésű, ISBN-nel is ellátott egyedi kiadványok, tehát ha úgy tekintünk rá, könyvként is kezelhetjük őket a feldolgozás során. Tartalmi feltárásnál különösen lényegesnek tartom a dokumentum tartalmi áttekintését. Nem szabad beleesni abba a hibába, hogy pusztán a külsőből vagy rajzi stílusból ítéljük meg akár a tartalom komolyságát, akár a korosztályt, mert lehet találni erre is ellenpéldákat. Az osztályozási jelzett kiválasztásánál Eto esetében kézenfekvő megoldás a 741-es, még pontosabban a 741.5-ös jelzett, melyek a képregényeket jelöli meg rajzművészetek alosztályán belül. Habár a régebbi kiadású Eto kézikönyvekben még karikatúra néven találhatjuk meg ezt a jelzetet. A jelzetelés inkább akkor lehet érdemes alkalmazni, ha a képregényeket, mint kiadványtípust gyűjteményesen szeretnénk kezelni a gyűjtőkörünkön belül.
Azonban, ha az az igénye a könyvtárnak, hogy minden tematika találja meg a maga jelzetét, akkor a képregények esetében számolni lehet egyszerre több osztályozási lehetőséggel is. Ide számítva elsőként a szórakoztató és szépirodalmi gyűjtemény részeket. Legalább kétféle megoldást kínálhat eredeti irodalmi művekből készült képregények besorolása, akár egy külön képregényes gyűjteményrész, akár a szépirodalom polcain. Hogy a képregény, mint külön gyűjtemény az ifjúsági vagy a gyermekirodalom részét képezze, attól is függ, hogy a meglévő képregények valóban a fiatalkorúak számára készültek, vagy felelhetők-e benne más esélyes korosztályokra nézve tartalmak is. Felhasználhatóságot tekintve a képregény, mint fogalom, talán akaratlanul is a szórakoztatással van összefüggésben, mely nem is meglepő, hiszen ez volt a legelső és jó ideig vezető funkciója. A képregényről mindenképp elmondható, hogy egy újfajta, a hagyományos írott szövegektől eltérő, úgynevezett nem lineáris olvasási metódussal bír, amihez hozzá lehet még kötni a képekben való olvasás jelenségét is, tehát, hogy a képregény, mint alapvetően vizuális műfaj, egészen új módon tudja átadni a benne levő tartalmat, jóval fellazultabb formában, hiszen a könyvekben megszokott linearitás hiányából adódóan az ember szeme nem feltétlenül a helyes sorrendben követheti a bennük látott információkat. A nem lineáris olvasás összetettebb figyelmet igényel, ebből kifolyólag akár alkalmassá válhat a koncentráció vagy az elmélyültebb olvasási élmény gyakorlásában is. Épp ezért alkalmas lehet bizonyítottan akár az olvasás elsajátítására, de ugyancsak eredményességgel bírhat a nyelvtanulás terén, hiszen a képregényekben általában direkt közlésekkel lehet találkozni. Ha előveszünk iskolákban használatos nyelvkönyveket, azokban is felfedezhetünk gyakorta és nem véletlenül képregényes oldalakat. Hogy a képregényes adaptáció helyettesíti vagy kisajátítja-e az eredeti mű elolvasását, arról megosztottak a vélemények. De annyit ki lehet emelni, hogy a képregényes formátum könnyedebben képes átadni adott esetben egy gyermek számára nehezebb olvasmányok tartalmát. Akár kettcsinálóként is szolgálhat hozzá, avagy segíthet az írott mű tartalmának áttekintésében, értelmezésében is. Tehát nem szükséges egyiknek kizárnia a másikat, mert hatékonyan is lehet a kettőt egyszerre alkalmazni. Szokták emlegetni a képregények képzeletgátló jelenségét is, tehát a képzelőerő kizárását a készen kapott képek által. Ennek véleményem szerint meg lehet találni a hasznos oldalát is, hiszen egy képregénynek módjában áll akár teljes részletességgel visszaadni az adott művek korának látványvilágát. Ez főleg történelmi vonatkozású művek esetében hasznosulhat a leginkább. A könyvtár, mint közösségi tér, igyekszik különféle szórakoztatási formával szolgálni olvasóinak. A képregény ezen törekvésükben pedig akár egy eredményes eszközzé is válhatna hosszú távon. Ha az említett képregényes rendezvényekre tekintünk, akkor az látható, hogy a képregény eredményesen és átlagosan nagy létszámban hoz össze közös érdeklődésű közösségeket, ha úgy tetszik olvasói rétegeket, természetesen
leginkább a fiatal generációkat érintően. Habár olyan idősebb korosztályokkal is lehet számolni, akik számára a képregény kedves emléket, nosztalgiát jelent. Ebből kifolyólag pedig a könyvtárak számára is adott egy aktív, potenciális olvasói kör, akik véleményem szerint nyitottak lennének a könyvtárban fellelhető képregényekre, amennyiben hatékonyan felhívják rájuk a figyelmet. Akár már megszokott esetleges olvasói körök alkalmával, akár újdonságok számára rendezett bemutatók formájában is. Köszönöm szépen a figyelmüket!